Sziasztok! A mostani videóban árstoppokról, árkontrollról fogunk beszélni, vagyis az államnak a szabadpiaci folyamatokba való beavatkozásáról, így a benzinár meg a csirkehúsár kapcsán. Megnézzük, hogy a múltban ez hogyan működött, és hát természetesen kivesézzük azt is, hogy mi várhat ránk itt 2022. októberig. Ez az árkontroll, árstopp, ez messze nem új jelenség, már a római birodalomnak így a lejtő lévő szakaszában is használták. Diokleciánus császár, aki magát csak így szerényen a nép jó barátjának nevezte, amiből már azt is tudjuk különben, hogy ez a populizmus, ez messze nem új keletű dolog, szóval 305-ben Diokleciánus bérstoppot, illetve egy tucat főbb áru termékre árstoppot rendelte, és hát akkoriban azért keményebben játszották ezt a dolgot, mert hát ugye a rómaiaknak hagyományosan volt stílusuk, ugyanis aki mégis árat emelt, azt ezt csak halálbüntetés mellett tudta megtenni. A római birodalomban ugye a 3. századtól kezdve az infláció egyre nagyobb kihívás jelentett, a birodalom ekkorra már úgy elérte kb. A maximális területét, újabb hódítások hiány, az arany, illetve ezüst források azok így megcsappantak, kizárólag a bányáikra támaszkodhattak, miközben a kiadások azok továbbra is magas szinten voltak, és hát mit tud csinálni ilyenkor egy egyszeri római császár? Hát a jó kis dénáriusból, ezüst dénáriusból, hogyha nem tud többet szerezni, akkor lecsökkenti annak a méretét, majd pedig tovább csökkenti a méretet, és esetleg még az ezüst tartalmat is csökkenti, majd pedig az egészet részből csinálja, és csak vékonyan bevonja ezüsttel. Szóval 100 év alatt a 3. században a dénáriusnak az ezüst tartalma az a tizedére esett vissza. Ezzel párhuzamosan az árak emelkedtek. Ez az egy-egység ezüstből csináljunk több pénz dolog, különben kicsit hasonlít arra, amit itt most tapasztaltunk a Covid kapcsán, amikor ugye a jegybankok megnyomták a pénzt, sőt ugye egy helikopterpénz is volt több országban, amit az állampolgárok kaptak, és hát miként a római birodalomban is az inflációval küzdöttek, hát most is ugye itt eléggé elszállt az infláció nekünk. Amikor az árak emelkednek, azért hagyományosan mindig van politikus, aki az árstoppot jó gondolatnak tartja, azért az emlegetésen túlmenően a gyakorlatban csak kevesebben vezetik be a kérdés, hogy miért? Hát 305-ben Diokleciánusnak se jött be a dolog, hiába csak fejvesztés terhe mellett lehetett árakat emelni, az árak igenis emelkedtek, és 307-ben a törvénynek a kivezetésére kényszerült Diokleciánus, és igazából csak akkor stabilizálódtak akkoriban a római birodalomban az árak, amikor az ezüstpénznek a higítását abba hagyták. Ha a modern korunkat nézzük, a szabadpiac fellegvárában az USA-ban is volt árstopp a II. Világháború alatt, például a főbb nyersanyagok tekintetében, illetve legutóbb a 70-es években Nixon alatt. Nixon ugye 1970. augusztus 15-én jelentette be, hogy felfüggeszti a dollárnak az aranyra való átválthatóságát, és ezzel egy időben 90 napra befagyasztotta a béreket és az árakat, és ez amúgy különben nagyon népszerű intézkedés volt, az amerikaiak 75%-a támogatta. A zajos sikerre való tekintettel Nixon az újraválasztási hadjárat hevében is rágyújtott erre az árbefagyasztásos nótára, mindenféle árbizottság alakult az USA-ba 72-be, és főcsúszamlásszerű győzelmet aratott Nixon. 1973. januárjában kivezették ezt az árbefagyasztást. Az árak persze egyből elszálltak, és az USA történetének legvadabb inflációs időszaka kezdődött, amit igazából csak így a 80-as évek elejére sikerült visszafogni. Az amerikaiak pehére ezzel messze nem ért véget a dolog, ugyanis 73. júniusában a Watergate botrány terebélyesedni kezdett, és hát Nixonnak kellett valami, ami a múltban népszerű volt, és ami erről a Watergate ügyről elterelte a figyelmet, így hát gyorsan befagyasztotta az üzemanyag árat. Azonban közben kitört az olajválság, az amerikai termelők kicsit visszafogták a termelést, és 74-re üzemanyaghiány alakult ki az USA-ba, hosszú sorok kígyóztak a benzinkutak előtt, és írtózatosan megutálták az amerikaiak az üzemanyagástoppot. Az egész árbefagyasztásos műveletből különben az amerikaiaknak azt sikerült megtanulni, hogy hogyan ne kezeld az inflációt. Csak hogy ez már vagy 50 éve volt, az emberek pedig felejtenek, és hát a történelem meg ugye ismétli önmagát, vagy legalábbis rímel, és hasonló szituáció, az hasonló gondolatokat szül a politikusok fejébe. Szóval nézzük meg, hogy így a fogyasztók rövid távú megvédése érdekébe hozott döntések az így milyen piaci torzulást okozhatnak, amelyek hosszabb távon minden bizonnyal mélyebb sebeket ütnek.
Oké, mi történik, ha egy terméknek, szolgáltatásnak emelkedik az ára, mondjuk a túró Rudi az írtózatosan népszerű lesz egész Európába, Ausztriától kezdve Spanyolországig mindenki ezt tenné, és hát a tejipari vállalatok nem tudnak elég túró Rudit termelni, felmegy a túró Rudinek az ára. Duplájára mondjuk. Nyilván nem örülsz neki, de ezen túlmenően kettő hatása lesz az áremelkedésnek. Egyrésztről az áremelkedés a ritkává vált terméket azon fogyasztók felé tereli, akik hajlandóak többet fizetni érte. Másrésztről ugye a tejipari vállalatok, termelők, szolgáltatók oldaláról pedig arra ösztökéli őket, hogy hát többet termeljenek ebből a túróludiból, mert hogy van rá kereslet, vagy a hasonló termékekből többet termeljenek. A végeredmény tehát az lesz, hogy mind a fogyasztó, mind a termelő oldaláról az áremelkedés az tőkítsa elő, és ennek a tőkének bizony hatása lesz mind a kínálati, mind a keresleti oldalra. Ugye egy terméknek nő az ára, akkor megnő a kínálat. Egyre többen akarnak gyártani, egyre többet akarnak eladni belőle, mert hogy profitot cimatolnak, ezt mutatja a sárga vonal. De közben ott van nekünk a fekete vonalunk is, a kereslet, ami egy szintig az ár csökkenésével együtt emelkedik, az ár emelkedésével pedig csökken a kereslet. A szabad piacon, ahol sok gyártó, szolgáltató harcol a nagyszámú vevő kegyeiért, kialakul egy egyensúlyár, ahol a legtöbb termék adható el. Ennél drágább lenne az áru, az eladók szeretnének még többet eladni, de a vevők akkor már csak kevesebbet hajlandóak fizetni érte, ezért kevesebb termék fog gazdát cserélni, ami az árak csökkenésére sarkalja majd az eladókat. Amennyiben ettől az egyensúlyárnál alacsonyabb ár alakul ki, akkor a vevők többet szeretnének fogyasztani, azonban az eladók visszavesznek a tempóból, csökkentik a mennyiséget, ami az árak emelkedéséhez vezet, de ha árplafon van, maximált ár, mint a benzinnél, csirkemellnél, sertéscomnál, akkor a keresleti oldal a szinten fog maradni, míg a kínálati oldal az begyengül, és hosszabb távon hiány fog kialakulni az adott termékből. A kínálati oldal azért gyengül be, mert hogy a termelőnek, szolgáltatónak azon az árszinten már nem éri meg a termékkel foglalkoznia. Amennyiben ugye a benzinár stoppot nézzük, azért egy kicsit más tészta, főleg hogyha így a MOL szempontjából közelítjük meg a dolgot. Ugye a MOL az így meghatározó helyzetben van a magyar piacon, meg alapvetően ez az olajbiznisz az így sokkal koncentráltabb, nem olyan nagyon sok szereplős piac, mint mondjuk az előző túró Rudi tejipari vállalatok példája volt. Valamint ugye, hogyha a MOL-t nézzük, akkor a MOL a maximált benzinár mellé kap orosz Urál típusú olajat, ami egy ilyen 35%-kal olcsóbb, mint az északi Brent típusú. Tehát a MOL még ezen a 480 forintos benzinen is így bőven nyer, az más kérdés, hogy még mindenféle egyéb különadókat is kap a nyakába, de még azért így is marad valami a kasszába, nyilván ezen adók nélkül szuper rekord év lenne, mint amúgy különben a legtöbb olajipari vállalat esetében, de azt látni kell, hogy az olajipar az ugye ciklikus, amikor az olajára magas, akkor magasabb a marzsa, az olajipari cégeknek még amikor az olajára alacsonyabb, akkor meg alacsonyabb, vagy sőt akár veszteségesek is lehetnek, az olaj pedig azért úgy általában hullámzik, mármint az árfolyama. Ugye korábban a MOL a magyar piacnak a 70%-át látta el, most pedig a 90%-át, ez úgy lehetséges, hogy az export tevékenységét az minden bizonnyal visszafogja a céget, ugye az ilyen alacsony árak mellett nagyon sok szereplőnek nem éri meg idehozni a benzint veszteséggel adni, ezért ők a piacról kiszorultak, másrésztről pedig a MOL minden bizonnyal, ugye a szlovákiai Slovnapból is próbál átcsoportosítani olcsóbb Urál olajból készült benzint ide Magyarországra. Persze a sok független kutasnak, még a franchise rendszerben üzemelőknek ez a 480 forintos ár, ez messze nem jó biznisz, és hát védekeznek úgy, ahogy tudnak. A hozzánk legközelebbi MOL kút eddig 24 órában volt nyitva, most már este 10-kor bezár. Nagyon sok helyen a pumpák azok hogy nem elromlanak, és a szerelő az csak nem akar kijönni megjavítani, illetve hogy az Istennek nem akar megérkezni ez a tartálykocsi, és nincsen az olcsó benzinből. Megjegyzem, ugye a MOL számára azért ez a logisztika, ez kihívás, mert ugye korábban arra álltak, hogy az ország 70%-át látják el tartálykocsikkal, most még így gyakorlatilag az egészet neki kell ellátni. Szóval elmondható, hogy a piaci mechanizmus itt is működik, csak így nem a nagy MOL szintjén egyelőre, hanem a kisebb kutasok szintjén, ellátási zavarok azok minden bizonnyal lesznek, lehetnek, de nem a nagyvárosokban, lakosság kisebb része fogja őket érzékelni.
ami ezt az extra profitozást illeti, ugye az olajcégek kapcsán ilyet most hallani német politikusoktól, meg Bidentől is, ugye Biden azt kérte, hogy ne az olajipari marzsokat nézzék, hanem finomítsanak többet, ugye hát ezt előbb beszéltük, hogy oké, hogy az olajára az most magas, és az olajcégeknek magas a marzsuk, de azért ez így állandóan változik, ez egy hullámvasút. A csirke, disznóhús, meg egyéb ástoppos termékek esetében az a törvényszerűség, amiről előbb beszéltünk, az azért sokkal jobban tud működni. Csirkehúsok közül a nagyobb, aki tud, az exportál, meg törekednek arra, hogy mindenféle feldolgozott termékekben nyomják a húst, amire nem vonatkozik az ástopp. Nyilván sokaknak veszteséget okoz a dolog, és lesz olyan is, aki nem éli túl, ami ugye a jövőbe csökkenteni fogja a kínálati oldalt. Állítólag különben megjelent már az ukrán csirke, meg ukrán tojás a magyar piacon. Ugye hát az ukrán termékekre nem vonatkoznak az EU-s eljárások, az EU-s szabályok. Lehet, hogy valami csernobili szteroiddal sokkal gyorsabban, sokkal nagyobbra nőnek ott a csirkék. A Goldman Sachs nemrég tette publikussá elemzését a szép új világunkkal kapcsolatos, amikor meg javarészt a múltba válká, de van egy olyan rész, ami azt az, hogy a 80-as évektől kezdve egy ilyen deregulációs, szabályzat csökkentős időszak volt a világban, és ez így a globalizálódó gazdasággal együtt repített mindent előre, azonban itt most egy kicsit ilyen visszájára fordulnak a dolgok, és így egyre több jobb szabályozottságra számítanak, valamint így az állam újraelosztó szerepének a növekedését várják globálisan. Hát vagy igazuk lesz, vagy nem, de különben így utóbbi nálunk már működik, és hát szerintem ez az atyáskodó, így az emberek helyett mindenről gondoskodó, a külső hatásoktól az embereket megvédeni szándékozó állambácsi, az így lehet, hogy rövid távon jó dolgokat hoz, meg megnyerik a választást, de hosszú távon ezek a dolgok visszafelesülnek el, mert irracionális fogyasztói magatartást eredményeznek. Hogyha így a rezsicsökkentés következtében, nem tudom én, 15 ezer forintból az egész házat kifűtöd, akkor hiába húz az ablak, nem fogod megcsináltatni, hanem helyette mondjuk elmész Olaszba nyaralni, pedig lehet, hogy az ablakra kéne költeni. Ha pénzügyileg tudatlan vagy, és változó kamatozású hitelt veszel föl, a kamatkörnyezet pedig emelkedik, és ugye a hiteltörlesztésed is emelkedne, de ettől állambácsi megvéd téged, akkor megint csak mi rögzül benned, hogy hát így pénzügyileg hülyének lenni, az Magyarországon kifizetődő, mert hogy valaki megvéd, de azért ezeknek a dolgoknak ára van, és ezt előbb-utóbb ki kell fizetni, hát így egyelőre így ezt így közösen fizetjük, mert ugye mindenféle különadók formájában ugye ezek megjelennek, meg az egyéb ilyen céges költségek terén, amit aztán így szépen ráosztanak az összes felhasználóra, mert hogy emelkednek a nem tudom én mindenféle díjak, meg a fogpasztára emelkedik, a csirkefarhát helyett meg hasonló. Amúgy az ilyen piaci beavatkozós lépések, azok az euró-forint árfolyamnak se tesznek jót, ugye hát hozzájárulnak ahhoz, hogy a 400 forintos szint közelébe ragadtunk, márpedig ha a forint erősödne, azért az sokat segítene az infláció elleni küzdelembe. A lényeg emberek így a benzinár kapcsán, hogy olybá tűnik, hogy itt a szakadó piacunk mellett hát sok részvény, vagy akár a bitcoin is már jó befektetés lehet, de így a benzinár kapcsán, lehet, hogy a bicikli a legjobb befektetés, plusz még egészséges is. Na, ezekkel a sportos életmódos gondolatokkal zárjuk a mostani videót. Köszönöm, hogy itt voltatok, ha tetszett, segítségedre volt, akkor like, feliratkozás, megosztás, valamint ez egy olyan téma, amihez lehet írni kommenteket, ástop, ármaximalizálás, egyet értesz, nem értesz vele egyet, jó dolog, rossz dolog, stb. Köszönöm, itt voltatok, sziasztok!